Sziasztok! Mai videómban szintén horgászattal kapcsolatos ugyan, de most nem a parton vagyok, vagy pedig a csórakban horgászom, hanem ez egy ilyen három sorozatos, vagy három videó lesz egybefűzve. Most már itt a tavasz megérkezett, hál' Istennek, úgyhogy elő fogok készülni a amúr és a ponty horgászatra a Millier csatornán. Az első részben, azaz a mostaniban tigris magyarót fogok főzni. Megmutatom, hogy én hogy csinálom. Előkészültem, már itt van a szárított tigris magyaró. Ezt interneten vagy bárhol be lehet szerezni, igazából 7-800 forint között van kilója. Így néz ki szárazon. Kelleni fog majd hozzá cukor, illetve natúrt fogok csinálni, amivel etetni fogok. Illetve fogok csinálni csalizni. Ehhez kell majd sárga ételfesték, eperaroma és vaníliaaroma, amiket én fogok használni. Fölraktam már itt a vizet, most már lassan elkezd forni. És akkor nézzük, hogy hogyan szoktam én csinálni ezt. Ugye a forra víz. Szépen belőle. Fazékba. Körülbelül ennyi. Jó lesz, a többit meg majd elrakom későbbre. Most igazából nagyon más teendő nincsen, mint várni, amíg elkezd forni. Szépen elkezd főni. Ennek azért elég sok idő kell, amíg elfőli magát. Legalább egy másfél órát kell főzni, és majd utána még tovább kell majd főzni, de akkor már a cukorszirupban fogom tovább főzni, és a legvégén pedig majd hozzáadom az aromát és a színezékeket is. Addig is töltöttem magamnak egy korsó sört, elkorcsolgatom, és közben várom, hogy följön a tigris magyaró. Nos, a tigris magyarónk szépen föl, körülbelül fél órája van benne már, lehet, hogy már valamivel több is a forró vízben. Lehet látni, hogy kezdenek a szemek megdagadni, szépen kezdik magukat megszívni, és a szottyat kis összealszott száraz tigris magyaró szemekből szép nagy gömbölyű, illetve hát nem gömbölyű, hanem különböző formájú, de szép nagy puha falatok, finom falatok lesznek az amúrok és a vadvízi amúrok és pontyok számára. De még mielőtt tovább mennék, pár nagyon fontos, hasznos tippet nem árt betartani mindenkinek, aki tigris magyaró főzésre adja otthon a fejét. Első és legfontosabb, soha ne a házban lévő konyhába kezdjünk neki ennek a hadműveletnek, ugyanis az a feleségünk, annak a feleségünk nem nagyon fog örülni. Kettes szabály, legyen egy saját tálunk főző edényünk, amit mindig erre használunk, illetve kukorica különböző apró magvak főzésére, és ne az asszonyét vegyük el, mert akkor is nagyon ideges lesz. A hármas legfontosabb szabály, mindig legyen egy jó hideg sör, ami föl a tigris magyaró, jobban telik vele az idő, és hát finom is. Aztán vannak még azok a dolgok, hogy én el szoktam ügyni az időt közben, ameddig föl, mert azért ennek azért kell egy másfél óra legalább, plusz még utána jó fél óra, ameddig ugye a külön kiválasztott pár, tehát ennek a felét körülbelül, illetve nem a felét, a negyedét fogom majd ízesíteni kétféle ízzel, a többi részét pedig majd natúrba fogom meghagyni etetőanyagként, tehát azzal fogok etetni, a negyed részével azt pedig kétféle ízzel fogom ízesíteni, és azzal fogok majd csalizni, tehát az majd forogra kerül tulajdonképpen. Aki nem tudja ezt, illetve nincs garázsa, vagy nincs kerti kinti konyhája, nyári konyhája, az ebben bármelyik forgászboltban meg tudja venni az előre egy beízesített, megfőzött, vákumcsomagolt, tigris magyarót, apró magvat, kukoricát, búzát, bármit.
Én jobban szeretem saját magam készíteni, van is rá lehetőségem, jobban szeretem azt, amit én főzök, meg amit én ízesítek, és én ezt használom, megmondom őszintén, mivel csak vadvízen horgászom, természetes vadvízeken, vadvízi pontyokra, amúrokra, ezért én csak tehát háztáji tulajdonképpen szemes takarmánnyal letetek búza, kukorica, illetve tigris mogyoróval, vagy apró magvakat szoktam még használni. Ebben az esetben most csak tigris mogyoró lett, illetve lett volna róla szó, illetve szerettem volna készíteni videóban kukoricát, teljesavas kukoricát szerettem volna, tehát büdös kukoricát is szerettem volna mutatni, hogy hogy szoktam csinálni, de mivel tavalyról majdnem egy 60 literes hordónak körülbelül a fele megmaradt tavalyi főzésből, ezért ezt úgy döntöttem, hogy megmutatom, hogy hogy is néz ki. Hát a szagát hál' Istennek nem érzitek, mert az viszont nagyon brutális, főleg úgy, hogy ez tavalyi hordóba. Bent van nekem egy ilyen 60 literes sima műanyag hordó, bármelyik háztartási boltba, vagy tüzéptelepen, vagy tápterményboltba lehet vásárolni pár ezer forint. Ott látszik benne a kukorica, ez meg van főzve, illetve a főzőlé benne maradt, és még plusz rá lett engedve annyi víz, hogy ellepje. Én ehhez körülbelül ennyi kukoricához, tehát ez így kb. Félig van, ennyi kukoricához körülbelül szoktam adni olyan két kisebb doboz, vagy egy nagyobb doboz kefírt, vagy joghurtot, és egy olyan körülbelül fél kilónyi cukrot. Ez egy olyan, hát a tavaszi nyári napmelegben lezárt hordó tetővel egy-két héten belül brutálisan büdös lesz, és iszonyatosan szeretik a vadvízi pontyok és a murok. Úgyhogy ennyit a kukoricáról, térjünk vissza a videó fő lényegéhez, a tigris mogyoróhoz. Kicsit rákeverek, megnézzük, hogy is áll. Látni lehet, hogy szépen-szépen kezdenek megdagadni a szemek, hát azért kis példaképpen mutatok, kivettem egy pár szemet, ezek már megvannak szépen duzzadva, dagadva. Azért a különbséget lehet látni az összeaszott és a megduzzadt tigris mogyoró között. Azért ennek még egy jó fél óra, ha nem több kelleni fog. Addig is hasznosan töltöm az időt, sörözök és nyírom a füvet a kertbe. Legalább addig az asszony nem szól. Nos, kb. 2 órával és 3 sörrel később a tigris mogyorónk az megfőtt. Még azért a gáztat alatt hagyom, hogy égjen. Szépen fogom ezt a szűrővel kimerem az égból a megfőtt tigrisokat. Ez, ami ebbe az ödörbe megy, ebből fogok majd etetni. Ezt hagyom így naturban. A 10 literes vödörbe körülbelül egy olyan jó félig, picivel tökény félig lesz, ez tökéletes lesz 4-5 szöri alkalommal ültetésre. A maradék, ami a fazékban maradt, szépen fogom, beveszem egy konyhával segítségével a űzőt, és a szezásüveges levet, szépen óvatosan kiöntöm.
azért ebből még befektetni, de még elég sok van. Nem tudom, hogy azért elég sok van. Nem minden levet öntök le róla, hanem azért hagyok benne. Így köszönöm. Tehát egy ilyen jó három lett belőle. Amiben maradt a fazékban lé, illetve tigris mogyoró, ahhoz hozzáadok. Hát egy olyan 70 deka cukrot. Éppen elkeverem. Kívánja a cukrot, vagy még maradé 25-30 dekát hozzáadom. Szintén keverek rajta. Így néz ki, most körülbelül ennyi maradt a fazéknak az alján. Ebben egy kiló cukor van benne, és ezt forralom tovább. Ha esetleg még kívánja a cukrot, ez majd később egy pár perc múlva kiderül, hogy újra elkezd visszaforni, hogy mennyire kezd el sziruposodni. Ezt szépen sziruposra felfőzzük. Ha még kell hozzá cukor, akkor adunk hozzá cukrot. Azért hoztam 2 kilót, valószínű, hogy kellni fog hozzá egyébként még. De ezt majd az ember úgy is látja, amikor főzik. Szépen forraljuk, forraljuk. Vizet már nem adunk hozzá. Ez a lé bőven elég, ami rajta maradt. Már majd csak maximum cukrot kell hozzáadni. Szépen forr, lehet hallani, hogy forr. Forraljuk és sziroposítjuk. Ez lesz majd a horogra való. Nos, a fazékban benne maradt pici főzővíz, meg a maradt még tigris mogyoró, plusz a hozzáadott 1,5 kiló cukor az elforta magát, így zárom a gázt. Ami hátra maradt, az egy édes, szirupos löty, benne pedig a csapizásra aztán megfőtt tigris mogyoró. Én ezt úgy szoktam, hogy szintén a tészta szűrővel lemerek egy picit belőle. Bármilyen ilyen dobot, vagy fagyis dobot használok most tulajdonképpen. Szépen fogom, kimerem, és akkor ugye azt mondtam, hogy 2 féle ízesítést fogok csinálni. Kezdjük a vaníliással, van sima vanília aroma. Ezt így rálöttyintem. Hozzáadok még pluszba sárga ételszínezéket, ételfestéket. Megszínezünk ugye? Borgás csalisztára egy kedvenc két szín, a piros meg a sárga. Rárakom a domboznak a tetejét. Kifolyt, de hát ugye ezért csináljuk a berhesbe, amit csinálunk, hogy ne legyen ebből később a rakszínnál probléma. Összerázom. És akkor íme az eredmény, egy édes, vanília ízű, besárgult cuccot kapunk végeredményképpen. Ezt én szoktam fogni, és akkor szépen beletöltöm egy ilyen kis összezárható kis dobozkába, ezt most mondjuk visszanyitom, mert hagyom kiülni. Ez megy majd egyszer a horogra.
Még maradt egy picit, beletöltöm ide a etetésre szánt tigris magyarok közé. Előttem kiöblítem a sárga színezéktől, illetve a vanília aromától lesz a kis dobozkát. Majd kimeregetem ilyen patagot. Szintén beletöltöm. Megfogom az eper aromát. Hozzáadom. Szintén visszazárom. Hoppá, szétfukkam. Az amatőr. Szintén összekeverem. Majd betöltöm egy másik ügyenén kis dobozkába. És ez a kettő lesz a csalizás, tehát tigris magyarom. Tudom, hogy ahány forgát, ahány forgát, annyi féle képen készíti el saját magának otthon ezt a kis csalit. Én így szoktam, remélem, hogy tudtam vele segíteni. Nos, elkészültek a csalik. Vaníliás tigris magyaró, epres tigris magyaró, ez pedig maradt simán a cukorszirupos tigris magyaró, ő pedig egy 3/4 vödör etetnivaló natur tigris magyaró. Ezt majd felesbe fogom felhasználni, a büdös kukoricával együtt etetni. A következő videómban kimegyünk a Millér csatornára, keresünk egy megfelelő horgászhelyet, kialakítok egy horgászállást, megkezdem az alapozó etetést, egy-másfél héten keresztül etetni fogom a helyet, majd pedig rá fogok ülni pontra és amúra horgászni. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, ha tetszett a videóm, lájkoljátok és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm szépen, sziasztok!